Sziasztok, Matilda vagyok, a mai videóban pedig 5 olyan könyvről lesz szó, ami megvan, tehát rajta vannak a TBR-omon, viszont féltéglák, ezért rettegek tőlük. És elvileg nincs 400 oldal alatti könyv, sőt 500 oldal alatti könyv ebben a kupacban, és nekem egyébként így oldalszámban általában az ilyen 300 oldal körüli könyvek a lélektani határom. Hát az ilyen arany középút, hogy se nem túl hosszú, se nem túl rövid. És általában, ami ilyen 500 oldal körül van már, az arra mindig nehezebben veszem rá magam, hogy elolvassam, mert hogy az azért elég sok, és főleg, hogyha pici betű, pici sor köz, az halál. Na, de nézzük akkor, mi az az 5 könyv, ami ilyen extrém vastag a könyves polcomon, de el kéne olvasnom. Meg szeretném is elolvasni, nyilvánvalóan, csak konkrétan házat lehetne belőlük építeni, olyan vaskosak. Az első a kupacomban az egy sorozat folytatás, ami a Hero a 9., ami a Gideon a 9., nem is Gideon a 9. a sorozat címe, hanem a Lezárt Sír trilógiának, vagy a Lezárt Sír sorozatnak a második része. Ez egy ilyen nekromantás science fiction sorozat, ugye ebből én még csak az elsőt olvastam, a Gideon a 9-et, és ez a második rész az ilyen potom, 524 oldal, szóval nem is olyan vészesen sok, bár amúgy szövegügyileg, hát azért elég sok van, nem olyan túl nagyok a betűk ebben a könyvben. És a plusz dolog, ami miatt félek kicsit ettől a folytatástól, az az, hogy azt hallottam erről a könyvről, hogy hihetetlen nehéz megérteni, hogy mi az Isten folyik benne. Úgyhogy nem tudom, emiatt félek tőle, de amúgy szerettem a Gideon, szóval szeretném folytatni, meg reménykedem dolgokban, hogy fognak történni a folytatásban, ahhoz képest, ahogy véget ért a Gideon a 9., de nagyon vaskos és nagyon félek, hogy lehetetlen lesz magam átrágni rajta. Úgyhogy ezt igazából emiatt nem olvastam még, vagy hát emiatt nem folytattam még a sorozatot, pedig már megvan, legalább szerintem egy éve megvettem a folytatást, úgyhogy, vagy hát amióta, nem amióta kijött, de viszonylag hamar megvettem. Az összes többi pedig nem sorozat folytatás. Sorozat van köztük, de nem nincs több sorozat folytatás. A következő könyv az egy nagyon random könyv, mármint magamhoz képest random, mert hogy az így nem egy konkrét vásárlásom eredménye, hanem csak így meglett ez a könyv nekem. Ez pedig nem más, mint G.D. Bakertől a Szíve helyén sötétség. Így nem olyan félelmetes ez a könyv. Így már igen. Így még inkább. Tehát ez ilyen baromi hosszú, és jó, van benne egy icipici rész, ami már ilyen extra tartalom, mi nem. Jó, szóval ez egy potom 718 oldal? De nem, ez a közönyvítés, oké. Okay. Szóval 716 oldal ez a könyv, ami giga hosszú. Ráadásul erről a könyvről igazából most elolvastam a fülszöveget, de hogy így a fülszöveg valamikor túl sokat ad, valamikor meg így nem eleget. A lényeg, ez egy thriller, ez, de valami fantasy thriller-szerűség, mert hogy van benne valamilyen természetfeletti erő, meg paranormalitás is talán. Ha a vészjósoló borító nem lett volna elég. Meg, tehát én nem tudom, hogy G.D. Barker, miért Bakert mondtam? Barker, G.D. Barkernek. Tehát ő alapból ugye ilyen thriller író. És én nem olvasok alapvetően sok thriller, tehát én nagyon keveset olvasok. És hát mivel ez egy elég random könyvem, és ilyen gigantikusan nagy, ezért hát még nem jutottam el oda, hogy elolvassam, bár idénre ugye az az egyik nagy célkitűzésem olvasás terén, hogy csökkentsem az olvasatlan könyveim számát, mert kicsit megszaladtak a tavalyi évben. Nyilván ezek közé így a pazivastag könyveim is beletartoznak. Viszont ezzel együtt úgy akarok olvasni könyveket, hogy amihez kedvem van, csak lehetőleg a polcomról legyen kedvem valamihez. Neki még nem érkezett el az ideje, de hát ha nem tudom, igazából jó lenne nagyon vastag könyveimből is csökkenteni. Mert tudom, hogy ebben a kupacban, amit most mutogatok, vannak olyan könyvek, amik tetszeni fognak. Meg vannak olyan könyvek, amit szeretném, hogy tetszenek, csak el kéne oda eljutni. Na igen, úgyhogy erre a 700 plusz oldalas monstrumra se tudom, mikor fogok sort keríteni, bár ugye mivel, hogy ilyen öldösős, véres, paranormálisos dologról van szó, ezért nyilván ősszel lenne megfelelőbb hangulatra, de én ilyen random időközönként szoktam ilyesmikhez kedvet kapni, úgyhogy még akármi is lehet. De ennek a mérete mindenképp nagyon
Nagyon ijesztő. Következő, ezt most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar sorra kéne kerítenem. Feszültségnevelő kávékor. Ugyanis ezt a könyvet még Andi lobbizza nagyon, nagyon régóta. És ez is szintén megvan, és hát mindig nézegetem, és mindig érzem így Andinak a tekintetét így téren és időn keresztül, hogy Matilda, olvasd el. Ez pedig nem más, mint a Bronzváros S.A. Chakrabortitól, ami egy ilyen keleti ihletésű fantasy, tehát ugye nem az a klasszikus nyugati lovagos téma, hanem a keleti fajta. És Andi egy időben erről ódákat zengett, amikor olvasta, azóta is mindig mindenkire pusholja rá ezt a könyvet. És nekem őszintén Andi lelkesedése elég ahhoz, hogy meggyőzön, hogy szeretném elolvasni. Csak hát ez is egy olyan picike példány, mint látható. Amúgy tehát ez egész vékonykának tűnik, amely kinemítja az ember, és meglátja, hogy 518 oldal. Na jó, kevesebb. 510. Mert van benne szószedet. Tudjátok, milyen hasznos, mikor könyvekben van szószedet? Az az egyik legjobb dolog, főleg fantazinál. Viszont ez faltól falig van nyomtatva. Jó nagyok a lapok is, jó sok szöveg is van rajtuk, és így... Na de hát ha majd... Inkább picit ragasztósít a teteje. Igen, úgyhogy ez mindenképp egy olyasmi, amit nagyon szeretnék, sőt, igazából ezt... Nincsen így hivatalos TBR-om idénre, de hogyha ezt idén kiolvasnám, annak nagyon örülnék, hogy szeretném mondjuk még idén beszorítani. És ez ugye egy trilógia, úgyhogy akkor még a másik két monstrumot lehet mellé beszerezni, hogyha ezt elolvasom. Nagyon kíváncsi vagyok, mert egyébként én nyilván sokkal több ilyen nyugati fantasy dolgokat olvasok, de ugye alapvetően nem zárkózom el ettől sem. Ettől a tematikától, ugye én olvastam a Szunnyadóparást, ami hasonló, nem tudom, hogy nagyon olvastam-e más ilyen keleti ihletését, úgyhogy pont ezért is jó lenne egy ilyesmit is olvasni. Állítólag nagyon jó romantikus szál is van benne, és állítólag nagyon-nagyon jó. Azok is nagyon szerették, akikre Andi rápussolta, szóval én úgy érzem, hogy ez elég bizonyíték, csak hát nagyon hosszú. De majd bátor leszek. Most már tényleg, esküszöm Andi, most már tényleg bátor leszek és elolvasom. A következő kötet szintén olyasmi, amit mindig mondják, hogy nagyon jó. Azt hiszem ez is egy trilógia, de csak két rész van belőle kiadva. Eredeti nyelven is, úgyhogy állítólag erre az íróra is én legalábbis tudom, hogy csúnyán kell nézni, hogy írd már a harmadik részt. És ezt a könyvet még a tavalyi könyvkempingen vettem a könyvkempinges kuponnal, és ez a könyv nagyon-nagyon régóta rajta van a várólistámon, mert nekem volt egy pont, amíg nem tudom, mikor elkezdtem nagyon sokat olvasni, utána elkezdtem már a YouTube-ot is, amikor így rájöttem, hogy amúgy én szeretem a fantasy-t, tehát hogy nekem így a fő zsánerem az a fantasy. Volt egy időszakom, amikor nagyon durván olyan könyveket próbáltam keresgélni. Fantasy-n belül ilyen specifikus dolgokra, meg a high fantasy-ra próbáltam könyveket keresni még. Ami nem tudom honnan jött itt 17-8 évesen, mert lehet, hogy nem pont a high fantasy volt az én kifejezett műfajom, mert én azért szeretem az ifjúságit is, de hogy így volt egy ilyen nagyon durva fantasy keresésem, és akkor találtam ezt a könyvet, és akkor került fel ez a könyv a várólistámra már. Tehát nagyon régóta ott van, ez pedig nem más, mint Patrick Rothfusstól a Szél neve. Igen, és erre is megkaptam már, hogy miért nem olvastam még mindig. Hát azért, mert ez is egy féltégla. Ezzel önvédelmi, ez egy önvédelemre alkalmas kötet. Az összes önvédelemre alkalmas. Ennek mondjuk egész baráti a szedése. Mármint egy első ránézésre. Itt is faltól falig van, de hogy valamennyivel nagyobbnak tűnik, hogy vagy vastagabbak a betűk, vagy vastagabb tint, vagy jobban erősebb a tintája, de hogy kevésnek tűnik, de azért na, faltól falig van ez is nyomtatva. Nem olyan, mint vannak olyan könyveim, amik így közepén ennyi szöveg van, és ennyi margó, ezek nem olyanok. 811 oldal. Jézus! Ez szerintem a leghosszabb könyvem. Szerintem ez a leghosszabb könyv a polcomon, most így belegondolva, hogy szerintem 800 oldalas könyv, a másik nincsen. Vannak hosszú könyvek, de ez a leghosszabb. Tehát ez tényleg egy monstrum. A második része is egy monstrum, amennyire én tudom. Milyen ennek az alsója? Bocsánat, így nem nagyon az... shiny! Nem is láttam ezt a könyvet a védőborító nélkül, mert megvettem, és így feltettem a polcra, hogy jó, majd el lesz olvasva. Lehet be kéne lobbiznom a Buktyókönyvklubba egy ilyen féltéglás hónapot, és akkor hát, ha valamelyiket elolvasnám. Ez tart vissza, az a 800
800 vaskos-vaskos oldal. Viszont tényleg mindenki azt mondja, hogy annyira jó ez a könyv, hogy eleve azt mondták, hogy meg kellett volna mellé vennem egyből a második részt is, mert ez egy olyan könyv. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, csak ugye pont ez. Ezért igazából az egyik indokom, ami miatt még mindig halogatom, hogy ugye nincs kint belőle az összes rész, meg nincs kint az utolsó rész, és ilyen, azt hiszem, ilyen nagyon-nagyon régóta nincs kint belőle az utolsó rész. 2007-es egyébként az a könyv maga. És emiatt így kicsit tartózkodom tőle, hogy akkor sose tudom meg, hogy fejeződik be a sztori, ha véletlenül megtetszene és végigolvasnám, szóval nem tudom, de hogy amúgy meg mire egy 800 oldalas könyvet így a jelenlegi gyorsaságommal végigrágok, azért az idő lenne, úgyhogy legvalószínűbbnek azt tartom ebből az egész kupacból, hogy a Bronzváros lesz elolvasva leghamarabb. És az utolsó, amitől nagyon-nagyon félek, mert hogy itt van az összes többi része gyakorlatilag a hátam mögött. Félek. De amúgy meg érdekelne. Kitaláltátok? Igen, ez a Dűne. Megvan belőle mind a hat rész, azt hiszem az a fő sorozat is. Mármint ez nem tűnik vastagnak. Ilyen kis cseles, mert álcázza magát. Viszonylag ilyen vékonyabb papírra van nyomva. És ha nem lenne annyi oldala, mennyi, akkor is. Ez brutális. Ez halál. Annyi szöveg van egy oldalon, és nem azzal van a bajom, hogy sok szöveg van egy oldalon, azzal van a bajom, amikor ilyen nagyon faltól falig van nyomtatva, vagy nyilván spórolni kell a lapokkal is, de hogy faltól falig is ebben aztán a sor köz, az minimálisra van véve. De is olyankor nehéz ugye követni a sorokat. Na és hát, ugye így megnézed oldalszámra, nem is olyan hosszú, mondjuk, de elég hosszú. Na de legalább ebben is van szószedet. Na. Függelék. Jézusom, mennyi függelék van, ez a science fictionnek a gyűrűk urája. 552 oldal. Ilyenkor így átértékelődik az ember, amikor meglátja ezt a szedést, és így belegondol, hogy ez az ilyen, nem tudom, mondjuk, mint a Percy Jackson könyveim, ha ki tudok itt egyet húzni. Tehát ugye ezek is ilyen, na, valamelyik. Ugye ezek is ilyen keménykötésesek, de az ebben lévő térköz. Ezek legalább 14-es betűtípus más feles sor közzel. Tehát ez semmi. Ebből a legvastagabb kötet is gyakorlatilag semmi a sorozatban. Most megpróbálom meg visszarakni. Ezzel szemben ez? Hát ez halál. Meg a Dűnétől amiatt is félek, hogy ez is egy ilyen nagyon masszív világgal rendelkezik. Meg attól félek, hogy nem fog tetszeni annyira, hogy olvassam tovább a másik öt részét. Nem baj, akkor odaadom apának, hogy legyen meg neki. Végül is. Igazából tőle kaptam az összeset, úgyhogy csak visszakerül. Mert én eredetleg ugye láttam a Dűnét moziban, az első részt, és úgy jó volt, de ez olyan, mint a Gyűrűk ura is szerintem, hogy nagyon nehéz úgy vászonra vinni, hogy mindent értsen belőle az, aki nem olvasta a könyvet. És volt egy csomó minden, ugye így a világépítést próbálták csinálni a filmben, és viszont nekem így felkeltette az érdeklődésemet maga a világ, és ezért gondoltam azt, hogy jó, hát akkor majd egyszer elolvasom a Dűnét, és ugye pont a körül apa égett dűnelázba, és végigolvasott minden Frank Herbert dűnekönyvet. Vagy minden dűnekönyvet, ami van. Brutális volt. Valamit úgy érzem, hogy próbál üzenni. Főleg, hogy ugye science fiction, nem olvasok annyi science fiction-t, főleg nem ezt a science fiction-t, ami mondjuk ez. Mondjuk idén pont science fiction-ökkel indítottam, szóval hát, ha ez lesz az év, de azért félek, rettegek a Dűnétől. Pedig amúgy izginek hangzik, meg jónak, meg minden, de szerintem csak, tehát igazából ilyenkor legtöbbször attól félek, hogy annyira rossz lesz olvasni ezeket a, tehát ezt a tömött soros dolgot. Igyekszem. Na hát akkor ezek lennének azok, nézzétek meg, egy nagyobb, mint a fejem ez a kupac, pedig csak öt könyv. Szóval ezek azok a könyvek, amik a polcomon lévő legnagyobb téglácskák, és rettegek tőlük, de egyébként meg tökre szeretném elolvasni őket. Úgyhogy nem tudom, idén lesz az az év, amikor bármelyiket is elolvasom végül. Meglátjuk. Minden esetre az nyilván egy célkitűzés, hogy csökkentsem az olvasatlan könyveimet, és ha belegondolok így sorrendben, hogy melyikek azok az olvasatlan könyveim, amiket így olvasnék mostanában szívesen, azok között szerepel ebből a kupacból is. Mindenféleképpen ezt így ki kell egyensúlyozni, hogy egy nagyon vastag könyv, és utána vékonyabb könyvek, aztán megint egy nagyon vastag könyv, és aztán vékonyabb könyvek. Most annyit beszéltem a Bronzvárosról, pedig már kiválasztottam, mit olvasok következőnek, de nehogy véletlenül Bronzvárost olvassam.
Még eldöntöm. Még nem kezdtem el azt a könyvet, amit kiválasztottam. Majd összeszedem az energiáimat, és megpróbálok legalább egyet elolvasni ezekből idén. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!